Sziasztok gyerekek, Benyoboly vagyok, ez pedig a Life of Pixel végigjátásom utolsó, befejező része. Miért mondok ilyen csúnyát? Hát azért, mert sajnos ennyi volt a játék, nincs több világ benne, nem egy hosszú darab a Life of Pixel, de hát ízléstől függően, pont emiatt vagy ettől függetlenül azért érdemes beszerezni, mert egy tök jó kis játék. Jöjjön a Sega Mega Drive, vagy ahogy Amerikában ismerik Genesis, elég érdekes néve egy konzolnak, azt azért meg kell hagyni. Az első pálya rögtön egy Altered Beast-es referencia, illetve egy nagyon szép példája a Parallax scrollozásnak, ami az egyik ilyen kedvenc retrós technikám. Sok dolgot nem tudok mondani erről a konzolról semmivel, én inkább szonis vagyok, mint szegás. Egyáltalán nem volt ilyen konzolom, maximum annyira, hogy a kamó sárakazettás Nintendónak Sega Mega Drive-os burkolata volt, úgyhogy hát ennyire volt Szegám, tehát így gyakorlatilag semennyire, de azért ebből a szempontból mégis meghatározó része volt a gyermekkoromnak. Ott az ugrás, az kiadjon, mert minek. Viszont a Streets of Rage 1, 2, 3, vagyis a trilógia, az nekem nagyon nagy kedvencem. Ugyanis az egy nagyon jó kis beat'em up játék, olyannyira, hogy az 1-nek és a 2-nek meg is van a soundtrackje bakeliten, és a 3-nak is csak azért nem, mert azt még nem adták ki sajnos. Ez van Yuzo Koshiro-nak a munkásságát nagyon tudom ajánlani, remek zeneszerző. Remélem a Streets of Rage 3-nak is kiadják majd a zenét, mert az iszonyat elborult, tehát nem is értem, hogy az ember az hogy tudott olyan hangokat kipréselni a Mega Drive volt, de valahogy sikerült neki nagyon brutális zenéket beleírni a játékba. És amúgy játék menet szempontjából is a 3 a kedvencem. Pont olyan úgy, mint ahogy a Final Fight is a zené és a játék menet miatt az a kedvencem a Final Fight trilógiából. Sajnos nem tudom, hogy ez a pálya, ez konkrétan ez mire utalhat, vagy mire referálhat, mert mint ahogy mondtam, annyira nem vagyok szegás, sőt annyira nem, hogy egyáltalán nem. Na ki tudja, az nyugaton írjelem el érdekel. A piros kis csöppökre, azokra vigyázzunk, azok nem béres cseppek, úgy tűnik. Erre szoktam visszamenni amúgy, hogyha kimarad, de én azt mondom, hogy megyek egy nagy kört, mert nem sebződtem meg, és szeretném, hogyha ez így is maradna. Mit akartam még elmondani a Genesis-re? Ja igen, hát a Genesis-nek egy érdekessége, maga a név, tehát a Genesis, ez nem egy egyértelmű választás egy videójáték konzolnak névadás szempontjából, de valamiért mégis erre jutottak annó, hogy ez így Amerikából tök jó lenne kiadni. És a Genesisről én annyit tudok elmondani, hogy egyrészt itt van egy nagyon csúnya hiba a játékban, grafikai hiba, tehát azt ott nem rakták le szépen a játékkészítő, ott van, láthatjátok, ott van egy pixelnyi hiba, csak nem úgy, hogy egy képpontnyi, hanem egy zöld pixel karakternyi hiba. Szóval a Genesis amúgy nekem, ha azt mondom, hogy Genesis, én a zenekarral szociálok, ami egy legendás angol art rock, progressive rock zenekar volt 70-es, 80-as években, és hát Phil Collins is ott kezdte karrierjét, aki hát egy nagyon nagyszerű dobos volt, de aztán tovább nyergelt énekesre. Én azt mindig el szoktam tolni, mert hülye ágyót ne lövöldözzön, úgyhogy az érdemes szintén megtenni. De hát ott kezdte életem egyik legmeghatározóbb énekes zene és dalszerzője, Peter Gabriel is. Ő volt az eredetileg a Genesis-nak a frontembere, és hát a két kedvenc, egyik kedvenc lemezem a Szó, és az Us is hozzá köthető, illetve minden idők legjobb videoklipjei is, szóval Peter Gabrielnek a munkásságát nem tudom ajánlani, korosztálytól függetlenül, mert az az ember az hihetetlen sok mindent tett le az asztalra a modern zenében. És ez a világ pedig értelemszerűen a korábban említett Streets of Rage-re referál, konkrétan ez az első résznek, az első világának az első pályára utal. Oppa, nem kell volna megsebződnöm. Na, lövöld az ágyú egyet. Nem lő az ágyú, de fura, pedig azért szokott lőni ilyenkor. Ha! Ilyet még nem láttam, hogy nem kezd el lövöldözni, vagy nem adja ki. Na mindegy. Hát ha már így alakult, akkor én nem akarok ott nagyon megdöbleni. Úgyhogy, hát elvileg úgy kéne megcsinálnom ezt a részt, hogy hát megnyomom azt a kapcsolót, amiatt hát ezek a kis beton vagy fém, tök mindegy, kockák eltűnnek, és így fel tudjuk venni a mögöttük rejlő
hát ezeket a felvehető sárga gyémántokat. Viszont ez egy olyan pálya valamiért, hogy anélkül is fel tudjuk venni, hogy azt a gombot megnyomnánk. Szóval ez egyik ilyen érdekesség, amit akarok mutatni a játékban. Szóval ezt nem tudom, hogy hogy hagyhatták ki, vagy hogy miért van ez így, de ezen a pályán ez bizony működik, sőt, majd egy későbbiekben is fog majd egyszer. És csak szépen alállunk, tehát mindenképpen alulról kell fölvenni, máshogy nem sikerül. És így meg is csináltuk a pályát, és ennyi volt. Szóval nem értem, hogy ez a bug, ez hogy maradt benne. De ha már van a leaderboard, és a játék méri az időnket, hát speedrunnereknek érdemes ezt a taktikát használnia. És ez is egy olyan pálya, hogy van egy nagyon jó flow-ja, mint hogyha elkapunk, akkor nagyon hamar, nagyon sokáig el tudunk jutni. Igazából ennyi volt a flow része a játékban. Hopp, igen. És most kaptuk egy hang glitchet. Fura volt. Ja nem, ez csak az ágyú, hogy így... Igen, ez az ágyú, ezt többször nem kell használni szerencsére. Jaj, az nagyon-nagyon durva, nehéz ugrás volt. Majdnem ott hagytam a fogam, nem bánt az acélpók. Na jó, egyszer bánthatsz, az talán még belefér. Úgy, az is necces volt. És amikor először láttam ezt a pályát, hogy úristen, 109 ilyen valamit kell felszerni, hát akkor ez egy kicsit azért elszomorodtam. De mint kiderült, alaptalan volt, mert nem az összes rész lesz ilyen tüzes veszélyforrás, hanem inkább ilyen ágyús veszélyforrás lesz, de a legtöbbet ezt azért jetpackkel kell felszedni. Vigyázzunk, mert itt össze-vissza lövöldöznek minket, vannak ezek a robotok is, amik így, oppat vigyázzunk, igen, amik így össze-vissza lenn, meg fenn ugrálnak a levegőben, és azok is nagyon szeretnek minket megölni. Kimaradt 4 darab, de azt tudom, hogy hol van. Szépen leesünk, jó, gyorsan, úgy, nincs itt a pók. És mehetünk is vissza. Úgyhogy ennyi volt ez a pálya. Látjátok, nem is volt olyan nehéz. Haha. És ez is Streets of Rage-es volt. Ice Towers, itt van egy érdekesség, itt néha itt belassul ez a zöld troll, és így pont előtte fel tudjuk venni néha azt a második gyémántot, de most nem sikerült ezt előhozni. És ez az első havas pálya a játékban, lesz majd még egy. Hú, milyen meglepő. Ez nagyon nehéz volt kikövetkeztetni, gondolom, az első mondatból. Aj, takarodjatok már. Na, tudjátok mit, mutatok nektek egy másik glitchet, mert annyira rendes vagyok. Szépen elkezdjük tolni ezt a hóembert. És én ezekkel az illetőkkel nem nagyon akarok foglalkozni. Nem bántasz. Na, vajon sikerülni fog-e? Úgy, ennek annyi, és ennek is. Ha, és így leestek a semmibe, ennyi volt, sziasztok. Ezt nem tudom, hogy ezt is, hogy ezt miért lehet így. Tehát a játékban a tárgyakat tolni, hogy mondjam, értem, hogy miért rakták bele, tökülve minden, csak lehetett volna azért jobban is. Ez az ára, hogyha sokszor játszottok egy játékkal, akkor előbb-utóbb ilyen kis furcsaságokra is rábukkalhattok, úgyhogy remélem ezzel azért tudtam meglepetést okozni. Vajon ez még ott van a troll? Trollunk? Nem. Meggondolta magát és meghalt. Szerintem így járt mindenki a legjobban. Ez is egy szép grafika amúgy a játékban. Itt essünk le, korrigáljunk egyet. Ó, és ott vigyázzunk. Jaj! Még van egy hordója, most már nem lesz több hordója. Na. Bocsánat, nem beszéltem, csak ez nem egy egyszerű rész, és szeretném ezt legkevesebb halál nélkül megcsinálni, és sajnos még sebződés az elő szokott fordulni. Annak ellenére, hogy azért megpróbáltam begyakorolni ezt a világot. Ami aztán... Hát vagy sikerült, vagy nem, ez majd ki fog derülni. Oké, most már mehetünk. Ez az! Na, itt viszont nem tudom kiglitchelni ezeket a... Vagy ki tudom glitchelni őket? Na, erre kíváncsi vagyok. Eltom a mert igazából ez maximum arra jó, hogy így becsesszük az ellenfeleket. Másra nem nagyon szoktam használni, mert minek. Ne bánts kérlek! És pontosabban ne bántsatok. És az is veszélyfeles, hogy néha így... na mind, op, ott egynek annyi. Anyuszi meg az ott nyugodtan az maradjon ott a pokolban. Nekem aztán tök mindegy, hogy azzal mi lesz.
úgy, és remélhetőleg most már itt lent, hogyha leesünk, akkor már nem fog semmi sem zavarni minket. Szóval lehet ezt gyorsan is megcsinálni, de mivel én biztosra akarok menni, mert nem akarok sokat bénezni, én inkább a lassabb, tökölősebb megoldást választottam. Ennek a pályának a megcsinálásához. Ez a hóember is az értelemszerűen opcionális, ezt csak így mutattam, hogy ilyen is van. Hát, és végül is tudta Nyuszi is, úgyhogy a játék rádöbbent, hogy teljesen felesleges azoknak az élőlényeknek a létezése. Következik a második havas pálya. Ez kicsit ilyen strideres, hogy így lebuckázunk a havon. És itt van egy nagyon szemét csapda, hogy itt ez a penge általában akkor szokott kijönni, amikor a közelben vagyunk, és nem szokott előre jelezni, hogy hopp, ott penge van, vigyázz velem. Úgyhogy most csoda volt, hogy azt most így nekem jelezte, mert nem gyakori. De jó rövid pálya szerencsére. Gyakorlatilag ennyi is volt. Most majd fölveszik ezeket a kis cuccokat. Úgy. És átértem, ez az. Na, ennyi volt. Hát igazából titkok meg nincsenek ebben a világban, úgyhogy igazából csak felszedjük ezeket, bemegyünk az exitbe, és cső. Úgyhogy, ja. Ja, itt van lent egy. Ja igen, még azt akartam, hogy a leaderboardon egy ideig fönn voltam a 14. helyen, de azóta már lecsúsztam sajnos, ez van. Aztán most nem is tudom, hajadik, hogy van, megnézem. És igen, itt is föl tudjuk venni ugyanígy ezt a három darabot, hogy így alulról ki tudjuk így glitchelni ezt a részt. A későbbiek folyamán is lesz egy ilyen, de ott meg nem tudjuk felszedni alulról, szóval ezt nem tudom, hogy mi alapján működik ez, de érdemes kihasználni, aki ki szeretné. Itt van megint egy pók. Jíí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 í És oké, na most már megvan. Először itt is hát érdemes vagy felül vagy alul kezdeni. De általában így megszoktam így mindkettőt csinálni, alul is és felül is. És itt van egy ilyen villámos cucc. Érdekes, hogy a villám az nem bánt minket, csak a kő, hogyha hozzáérünk. És itt szintén tudunk egy olyan csinálni, hogy eltoljuk ezt a szobrot és bezárjuk ezt a pókot, úgyhogy én most ezt fogom tenni. És hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, most egy eszembe jutott, ez is egy nem elhanyagolható információ, hogy páran, hát a videóim hatására megvettétek a játékot, ami hát ennél nagyobb, hogy is mondjam, pozitív visszajelzés nem is létezhet, szóval wow, szóval itt teljesen ledöbbentem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, meg gondolom a játék készítője is, aki csinált ezt a játékot, ha jól tudom, egy ember csinált, de lehet, hogy nem. Szóval a lényeg, hogy valószínűleg ők is megköszönik a közreműködéseteket, de én is, mert tényleg ez a legjobb visszajelzés, nem csak a kommentek, hanem hogy be tudsz mutatni úgy egy játékot, hogy az emberek megkedveljék annyira, hogy pénzt fizessenek érte, hát ez tényleg, ez soha nem gondoltam, hogy ez eljön, úgyhogy tényleg köszönöm mindenkinek, aki megvette. Három embert én nevén is tudok nevezni, aki így tett, mert ők fenn vannak a Steam barát listámon. Az egyik maga a jóságmester, Jóság Laci, hát ha valaki aztán tudja, hogy mi a jóság, úgyhogy ha én nem is, de ő az ő neve garancia a minőségre, illetve a VidPro és Edister is azok között voltak, akik megvették a játékot, úgyhogy köszönöm nekik, tök jó fejek vagytok, haha, csak így tovább. És ez az utolsó pálya, hamarosan vége remélhetőleg, és eddig egész jól haladtam a játékba, ezt a denevért ezt ki gyilkolom, azt még ott nem kell lenyomni. Jó, a zombit is kinyírjuk. Itt van egy segédplatform, amit elő tudunk hozni, de jaj, de csügy, jaj, és az, pont az utolsó pálya halok meg a hülye víz miatt. A víz az abszolút ellenségem ebben a játékban. Na mindegy, belefér, próbáljuk meg még egyszer, most halál nélkül. Azt mondja, ez belefér, úgy, de nevér ki, iktatva. Zombi is kiiktatva, felvesszük, azt nem nyomjuk még meg, mert az minek. És hát ezt szerettem volna eredetileg elérni, de nem sikerült, és most kell megnyomni, mert itt nem sok időnk van arra, hogy átérjünk az utolsó részre, mert itt bizony van egy platform. Öjj, pont necces volt, és itt van a pixelünk, beszélünk vele a kékkel, hogy igen, nagyon ügyes vagy, ez az utolsó pálya befejezted, te vagy az igazi
hős pixel, bravo, belékezünk a célba, és kibasz minket a mindenből a játék, mert mivel egyszer már meseltem a játékot, ezért nem mutatja az intrót, vagyis az outrót pontosabban, de hogyha ti megvettétek rendesen a játékot, és végigjátszottátok a sztorit, akkor megkapjátok az endinget, úgyhogy ha másért nem is, ez vezessen titeket arra, hogy vegyétek meg a játékot, nézzétek meg a leaderboardot, hanyadik vagyok, most éppen 13. helyre visszacsúsztam, ez van, azért az se rossz ahhoz képest, nem is gondoltam volna, hogy én ilyenre képes vagyok. Jó párszor meghaltam, 36 órát azért belevertem a játékba, mert elég sok at gyakoroltam erre. Még azt meg akarom mutatni, mert az kimaradt sajnos, hogy a zenét kikapcsolom. És az is tök jó, hogy... ja, igen, akkor most meg is nézem. Jó, többen csinálták a játékot, akkor mindegy. Hogy akárhányszor elindítunk egy új konzolt, akkor ilyen boot hang bejön. Ezt nem mutattam meg, és... szerintem tök jó mindegyik. Hát ez a spektrumok, ez csodálatos. És megint belebeszéltem. Most már nem. Mikrónak is önvétlenül egy régi kaputelefon, vagy nem tudom. Ez is csodálatos. Jó, nem mindig boot hang, lehet, hogy csak ilyen sima hang, ami ismerős a játékból, de mindegy. A lényeg, hogy ilyen hangot ad a játék, amikor elindítasz egy konzolt. Így a menüben, és ez tök feelinges. Ez a klasszikus Mario hang. Szintén. Ha, milyen meglepő, ez is Mario volt. Gondolom a kazetta volt. Elpökettetek csak egy pep. Ez nem volt túl tartalmas. System. Ez is jó volt. Drive. Dun-dun. Ja. Life of Pixel, gyerekek, ennyi volt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végig nézte ezt a sorozatot, és tényleg köszönöm mindenkinek, aki megvette. Hogy következőleg mi fog érkezni tőlem szólóban, azt még én sem tudom, de majd valamit kitalálok, úgyhogy találkozunk majd a következő sorozatomban. Addig is, sziasztok!